Sziasztok, kedves lélekpiszkálók! Ez itt a gyógynövényes 21 nap, negyedik napja. Tegnap a grapefruitról, azelőtt pedig a kamilláról és a borsmentáról beszéltem nektek. Mai néhány percben a diófáról szeretnék nektek kicsit bővebben beszélni. Hogyha azt mondom, hogy diófa, akkor szerintem sokan vagyunk olyanok, akiknek elsőre a dió szó hallatán egy finom diós bejli jut eszébe, és hát nem járunk azért olyan messze attól, hogy gyógynövényként gondoljunk a dióra, mert hogy azért a termésében is nagyon sok vitamin és ásványi anyag található, illetve a dió terméséből készült olaj nagyon jó omega-3 és omega-6 zsírsav forrás, ami ugye a koncentráció és a szellemi képességeknek a karbantartásáért felelős. Viszont én ma nem a dió terméséről, hanem a diónak a leveléről szeretnék beszélni, mert hogy a dió levél teáját tudjuk alkalmazni gyógynövényként, gyógyteaként. Hogyha a patikába találkoztok ugye egy ilyen diólevél teával, akkor azt látjátok, hogy a dobozon az van írva, hogy alkalmazása a bőr enyhe felszíni gyulladásainak külsőleges kezelésére ajánlott. Ami ugye eléggé minimál, de alapvetően nincs vele gond, hiszen a diót, a diólevelet az gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, összehúzó hatásáért alkalmazzuk. És hát nagyon jó cseranyag hatóanyagokat tartalmaz, illetve a juglon nevű anyagot tartalmazza, ami a fő hatóanyaga, és ami miatt megfigyelhető az, hogy gyakorlatilag, hogyha a diólevél leesik a fáról, akkor ha nem szedjük azt össze, akkor a fa alatt, illetve a levelek alatt a gyomnövényzet az elpusztul. Na hát nagyjából ilyen hatást kelt egyébként a testünkben lévő oda nem illő mikroorganizmusokra is. Hogyha kicsit részletesebben kifejteném, hogy akkor mire is való ez a gyulladás csökkentő, összehúzó, fertőzés, gátló gyógynövény, akkor például kiemelném, hogy az ilyen különböző emésztőrendszeri hurutos megbetegedések esetén, például gyomorhurút vagy bélhurút, nagyon jól csökkenti a tüneteket, tehát gondolok itt arra, hogy például egy hasmenés esetén is rendkívül jó szolgálatot tud tenni, hiszen nem elég, hogy ugye ha ez egy fertőzéssel összefüggő dolog, nem elég, hogy magának a fertőzésnek a kialakulását, a forrását tudja kezelni, hanem magát a tüneteket, tehát a hasmenésre, egy enyhébb hasmenésre is remekül alkalmazható. Aztán természetesen nem kell ennyire mélyre menni, mert hogy fogingyulladásnál is, illetve mandula torokgyulladásnál is ki lehet használni ezt a nagyon jó összehúzó, fertőtlenítő tulajdonságát, hogyha ugye a fogényünket szeretnénk rendbe tenni, akkor öblögetni érdemes a diófa levél teájával, de természetesen akkor sincsen semmi gond, hogyha megisszuk a teát, hiszen azért a szervezetünkre is időként azért ráfér a fertőtlenítés idézőjelesen, tehát hogy nagyon jól lehet alkalmazni a szájban adódó gyulladások esetén is. Hogyha ugye itt visszakanyarodunk a diólevél dobozán leírtakhoz, akkor ugye a bőrre való hatása is igen fontos és kiemelendő. Kiváltképpen mondjuk bőrgomba esetén, vagy körömgomba esetén lehet belőle készíteni egy teát, és azzal lemosni az érintett felületet. De ugye sokakat érint a lábgomba és a lábkörmein jelentkező gombásodás, amit például egy jó kis dióleveles lábfürdővel napi szinten lehet kezelni.
Egyébként, hogyha már a lábaknál tartunk, akkor a dióleveles lábfürdő azoknak is egy jó megoldást jelenthet, akik erőteljes lábizzadással küzdenek, mert hogy azon túl, hogy ezért ezeket a gombás szaporulatokat visszaszorítja, az izzadásra is hatással tud lenni, hogyha ezt így külsődlegesen mondjuk egy lábfürdő formájában alkalmazzuk. Sokan olvashatnak arról is, hogy egyébként a népi gyógyászatban a diólevelet azt egyébként a vérhígító, vértisztító hatásáért használják, vagy használták, és ma is kutatások folynak erre, hogy egyébként a belsőleges használat esetén például a cukorbetegségre hogyan hat, illetve hogy használható-e a cukorbetegség ellenszereként, illetve a rákos sejtekre való hatását is vizsgálják még. Viszont ugye fontos tudni, hogy a diólevélnek a juglon tartalma miatt hosszú távon nem alkalmazható belsőleg, tehát alkalmanként, illetve rövidebb kúrákat lehet vele csinálni, de maximum 6 hét az az időtartam, ameddig lehet alkalmazni, mert ezt követően már túlságosan felszaporodna a szervezetben a juglon, ami igazából méreganyagként lenne aztán már jelen, tehát nem a pozitív tulajdonságai érvényesülnek, hiszen ugye a szervezet számára túlterhelést jelentene már ezután a 6 hetes alkalmazás után, tehát ez a maximum, tehát hogy nem érdemes hosszú távon használni, de kúraszerűen és alkalmanként nagyon jó hatást lehet vele elérni. Aztán, hogyha a népi gyógyászatban való használatot emlegettem, akkor fontos elmondani, hogy alkalmazták például a hajnak az erősítésére, tehát hajhullásra, korpásodásra. Viszont ez azért becsapós, mert hát ugye a mai modern nő szinte mindenki festi vagy színezi a haját valamilyen formában, és hát fontos figyelembe venni azt is, hogyha a diólevél teával szeretnénk hajhullás ellen vagy korpásodás ellen egy ilyen lemosást csinálni a hajunkon, akkor bizony be fogja színezni a haja, tehát hogy ezt inkább csak bátrabbaknak ajánlom, mert hogy megváltoztatja a hajunknak a színét. És nagyjából ennyi lett volna, amit a dióról szerettem volna nektek elmondani. Én nálam az alap patika része, hiszen sose lehet tudni, hogy az ember mikor szed össze egy fertőzést, vagy egy vírust, ami ugye az emésztőrendszert érinti, de akár ugye a gyulladásos, bőrgyulladásos panaszok esetén is egy lemosáshoz bármikor elő lehet venni a házi patikából, és lehet alkalmazni. Holnap folytatom a gyógynövényes perceket, már egy kicsit könnyedebb vizekre evezve. A citromfűről fogok beszélni, méghozzá fontos elmondanom, hogy a citromfűnél ki fogok térni a citromfű aromaterápiás használatára is, úgyhogy érdemes lesz holnap is csatlakozni az élőhöz. Köszönöm, hogy itt voltatok, további szép szombatot kívánok nektek, és jó pihenést, sziasztok!